Ezek a felvételek a hétvégén készültek Jágónakon, ahol özönvízszerű esőzés csapott le a településre. Lőci László polgármester akkor így értékelte a történteket. 2,5 óra alatt 140 milliliter eső esett le, hát az nagyon nagy mennyiség, és ugye sajnos ennek az utcának az a szerepe, vagyis úgy mondom, hogy innen folyik be a földekről, nagyon nagy, több 10 hektáros területekre ide folyik be a csapadékvíz, és az a baj, hogy ez az árok ahhoz kicsi, hogy ekkora mennyiségűt hirtelen tudjon fogadni. A patak táplálja a kaposzszekcsői halastavat is, ahol félő volt, hogy gátszakadás történik. Az ítéletidő elmúltával megkezdődhettek a helyreállítási munkálatok. Az Rínyi utcának a nagy része, úgymond az út része az most már megoldódott, még az árok vannak két oldalt, amit kell tisztítani, csak most éppen olyan helyzet állt elő, hogy az Rínyi utcának és a Kossuth utca közötti árkon van egy árkunk, és azon van egy híd, azon meg, hát most úgy néz ki, hogy annyira kimosta az alját, hogy most vacillálunk rajta, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a hidat. Hál' Istennek házak nem sérültek, kertek, árkok, ilyesmi, amik ugye eliszaposodtak, ilyen problémáink vannak, úgyhogy hál' Istennek se sérülés nem történt, emberi sérülés, se a ház nem érintett az árvízbe. Viszmajor pályázatot szeretnénk benyújtani, mert körülbelül egy ilyen 2,5 millió forintos kár van itt a településen. De valószínűleg lehetünk talán még több is, mert ugye itt a hidat nem tudjuk, hogy olyan fogjuk tudni megerősíteni. Lőci László azt mondta, a településnek ez a része már került víz alá, ám ekkora áradást még nem éltek meg. Szeretnék mielőbb megkapni a támogatást, mert a település önerőből nem lesz képes kezelni a kialakult helyzetet.